Egészségtár, egészségmegőrző magazin. Egészségessé válni, egészségesnek maradni. Ez sok ember vágya. Egészségtár című műsorunk ehhez ad tanácsot a Dunakanyarorvosi Centrum segítségével. Dr. Süveges Júlia, reumatológus szakorvostól kapunk hasznos információkat. A Dunakanyarorvosi Centrumban én elsősorban reumatológiai és manuálterápiai vizsgálatokat végzek. Ezekkel a vizsgálatokkal elsősorban mozgásszervi betegségekre fókuszálunk, de nagyon sokszor akár egy autoimmun eredetű betegség is előtérbe kerülhet, mert ezek a betegségek is jelentkezhetnek mozgásszervi tünetekkel sokszor. A fájdalom az nagyon sokszor az első dolog, ami orvoshoz irányítja a betegeket, de hát a fájdalom is nagyon sokféle mértékű lehet, különböző lehet a betegeknek a fájdalomtűrő képessége, tehát nem vagyunk egyformák ezen a téren sem, ez is nagyon változó, hogy sokszor banális problémákkal is elindulnak a betegek, sokszor pedig hetekig, hónapokig szenvednek nagyobb fájdalommal, és nem indul el orvoshoz. De a fájdalom mellett egyéb tünetek, amik kifejezetten gyulladásos dolgokra utalhatnak, akár egy duzzanat, bőrpír, ami már azt jelzi, hogy itt komolyabb dologról van szó. Manuál terápiát, hogyha röviden akarja az ember leírni, akkor kézzel végzett terápiás és diagnosztikus beavatkozásokat foglal magában. Itt nagyon fontos, hogy a mozgatószervrendszernek a reverzibilis elváltozásait tudjuk ezekkel a műfogásokkal kezelni. És hát nagyon megváltoztatja az embernek a vizsgálati szemléletét, az egész manuálterápiás hozzáállást. Tehát nagyon sokszor én azt tapasztaltam, hogy mondjuk még egy manuálterápiás tudás nélkül a vizsgálatokat, amikor én még annak idején végeztem, akkor úgy átsiklottam olyan dolgokon, amiket ma már úgy szembe tűnnek, hogy miért csúszott el az a csigolya, miért feldobott a gerincoszlop, tehát keressük meg ennek az okát, tehát ne csak gyógyszeresen segítsünk a betegen, hanem hogy hol lehet az az egyensúly, felborulás, ami kialakította ezt a helyzetet, szituációt. Maga a manuálterápiás kezelés az egy része annak, hogy a beteg jobban érzi magát. Általában a kezelés után, vagy kezelés közben meg is beszéljük azokat a gyakorlatokat, amiket a betegnek otthon rendszeresen végezni kell. Nagyon látszik a visszatérő betegeken, hogy ki az, aki ezt komolyan veszi, és elkezdi csinálni, akkor rám általában egyre ritkábban van szükség, de sajnos azt kell mondanom, hogy sokszor úgy gondolják a hajszolt életmód mellett a betegek, hogy majd én havonta megoldom az ő problémájukat, és akkor küzdünk. Tehát én próbálom, mindig mondom, hogy de kéne. Aztán van, aki tényleg rájön arra, hogy tényleg egy rendszeres gyógytorna, gerinctorna, az nagyon sokat tud javítani az ő állapotukon.